Visszavonta a Tigáz egyetemes gázszolgáltatási engedélyét a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal 2016. október 1-től, a Tigáz ügyfeleit a főgáz veszi át. A Tigáznak országosan 1,2 millió fogyasztója van, a teljes ügyfélkört érinti az egyetemes gázszolgáltatási engedély visszavonása, amit a Tigáz kért, ennek oka a cég veszteséges működése. Az egyetemes szolgáltatás már hosszú évek óta veszteséges, és az üzletmenet szempontjából ez az állapot fenntarthatatlanná vált. A Tigáz ügyfeleit 2016. október 1-től a főgáz veszi át. Az ezzel kapcsolatos procedúra részleteit tárgyalássorozaton belül fogja majd kidolgozni a főgáz, illetve a Tigáz. Harmadikán kaptuk meg a határozatot, úgyhogy ez az egyeztetés el fog most már kezdődni. Ennek a részleteiről pontos tájékoztatást fog adni majd a Tigáz az ügyfelek részére, abban a pillanatban, ahogy már ezeket a részleteket sikerült letisztázni és egyeztetni. A két cég között folyik az egyeztetés arról is, hogy a Tigáz a végszámlákat mikor és milyen formában juttassa el az ügyfeleknek.